kevesebb, mint két hét múlva a Veszprém a Final Four-ban küzd meg a BL győzelemért. Mit jelent ez Veszprém számára? Hát ez óriási, óriási dolog, erre készül a veszprémi közösség, a veszprémi közönség. Most már évtizedek óta szerintem, ugye 2002-ben sikerült a döntőig eljutnunk, és ott a döntő elvesztése után nyilvánvalóan minden veszpréminek az az álma, hogy egyszer újra oda kerüljünk a döntőbe, és az akkori eredménnyel ellentétes eredményt hozzunk, és megnyerjük. Én azt gondolom, hogy a Veszprémi Kézilabda Klubnak a története, meg a múltja, illetve a jelenlegi minőségi munka az talán predesztinálja azt, hogy ténylegesen meg tudjuk nyerni a Bajnokok Ligáját. Polgármester úr honnan követi majd az eseményt? Helyszínről vagy tévéről? Na, hát nekem abban szerencsés helyzetben van részem ellentétben nagyon sok veszprémivel, hogy én ki tudok menni, és az IAF-nek leszek a vendége gyakorlatilag, és hát ez egy óriási dolog, hogy ott lehetek, és azt sajnálom csak, hogy nem lehetek itt Veszprémben a veszprémi szurkolók között, mert itt is egy fantasztikus élmény nyilvánvalóan szorítani a csapatnak, de szerintem fontos az, hogy ott legyek a helyszínen, és ott közvetlenül tudjak egyből gratulálni a győzteseknek. A másik ágról kit vár a döntőben, ugye ott a Barcelona fog játszani a Flensburg csapatával. Én azt gondolom, hogy a Barcelona függetlenül attól, hogy milyen körülmények között jutott a Final Four-ban, én őket várom. Tehát én azt gondolom, hogy ők, még hogyha német közönség előtt játszanak is, Barcelonának hagyományosan nem mindig sikerül a német csapatok ellen, de én azt jósolom, hogyha lehet ilyet tenni, hogy a Barcelonát esélyesebbnek gondolom. De ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy itt egy meccsről van szó, tehát hogy nem egy állandó formát kell hozni, hanem ott abban az adott pillanatban dől el a mérkőzés egyik vagy másik javára, és azért ezek a csapatok, tehát minden így ugyanolyan játékerőt képvisel, tehát sokszor apróságokon múlhat az, hogy éppen ki nyeri meg, ki jut a döntőbe. Ugye a tavalyi Final Four, amikor elkezdődött, szerintem a Hamburgnak adta mindenki a legkisebb esélyt, hogy megnyerheti, aztán az élet mégiscsak úgy szolgáltatott, hogy a Hamburg nyerte meg, úgyhogy kitűnően játszott, vagy nem is kell nagyon messze menni, hiszen a hétvégén a Szegednek a kupa győzelmét is szerintem pár nappal a mérkőzés előtt senki sem adott volna egy huncutvasat sem azért, hogy először a házigazda Berlint veri, meg utána pedig a Montpellier-t a döntőbe. Tehát hogyha koncentráltan ott tud lenni a csapat, akkor én a mieinknek is ugyanilyen jó esélyt látok. De én egyébként a Barcelonát várom a döntőbe.